egy hazában. A magyarság értékei a Kárpát-medencében. A leghűségesebb város Sopron. 1920. június 4-én Trianonban Sopront és környékét a nagy háborút kirobbantó Ausztriához csatolták. Ám mivel a területet képtelen volt megszállni, a rongyos gárda és a lajta bánság tevékenysége, valamint a civil lakosság ellenállása miatt, ezért végül népszavazás döntött a hovatartozásáról. A referendumot 1921. december 14-e és 16-a között tartották. A voksoláson a települések 20. évüket betöltött lakói vehettek részt. A referendumot a nagyrészt német ajkú soproni lakosság döntött el. Ugyan a nyolc község közül csak Fertőbozon, Kópházán és Nagyszenken szavazott a többség Magyarországra, Sopronban a résztvevők 72,8%-a mondott Ja, helyett igent. Az egész terület 15.334 szavazattal 8.227 ellen voksolt Magyarországra 89,5%-os részvétel mellett. Az MTI így tudósított. A népszavazás eredménye a városban óriási örömet keltett. Az Antant Városparancsnokság rendelete folytán szombaton délután négy órától kezdve mindenféle csoportosulás, gyülekezés és fölvonulás tilos volt, de azért az utcán mégis nagy tömeg hullámzott. A Nemzetgyűlés 1922-ben törvénybe foglalta a Soproni népszavazás emlékét. Az indoklás szerint a terület lakossága nyelvi és fai különbség nélkül az ezer éves magyar államhoz való tántoríthatatlan hűségéről tett bizonyságot. A rendelkezése értelmében a város címerét a Civitas Fidelissima a leghűségesebb város jeligével egészítették ki. Ez volt a trianoni békediktátum egyetlen komolyabb revíziója. Így 257 négyzetkilométer maradhatott Magyarországnál. A kormány 2001 december 14-ét a hűség nyilvánította. Sopronban hagyományosan ekkor adják át a város legrangosabb kitüntetései. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.